Köszöntöm nézőinket és üdvözlöm a stúdióban Kivés Zoltánt, a Szentendrei Szent Erzsébet Karitász vezetőjét üdvözlöm. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nyár van, meleg van, viszont nincs megállás a Karitász életében ilyenkor sem, hiszen a gyerekeknek nyári táborokkal készülnek, és nem véletlen ez a táborok, mert ha jól tudom, kettő is lesz. Igen. Hát valóban így van, hogy valóban nagyon meleg van mostanában, úgyhogy éppen úgy fölidéztük a karácsonyi vásárt, amikor nagy kabátba készültünk a karácsonyi programjainkra. Hát megváltozott egy kicsit az időjárás. Valóban ilyenkor a mi közösségünknek a legfontosabb feladata nyáron az, hogy a gyerekeknek programokat szervezzünk. Na most tudni kell, hogy olyan családokról van szó, ahol olyan gyermekek élnek, akiknek a legnagyobb problémájuk az, hogy nem nagyon szerveznek nekik nyári programot. Ugye a család nem nagyon engedheti meg magának, akár anyagi, akár más okok miatt a táborozást. Iskola szokott szervezni, de hosszú a nyár azért, ahhoz, hogy mondjuk csak egy pár napos táborba elmenjenek a gyerekek, és ezek a gyerekek sokat unatkoznak otthon, legalábbis a szülői beszámolók alapján így tudjuk. Úgyhogy ezért gondoltunk arra, és most már nagyon nagy, tehát a Karitász közösségünk életének az egyik legelső feladata az volt, hogy a gyerekeknek szervezzünk programokat, és így már, hát most már legalább olyan 17 éve körülbelül minden nyáron próbálunk különböző táborokat, napköziket, egyedi programokat szervezni. Valahogy olyan elosztásban, hogy ugye egy kis átfedjük a nyarat, hogy jusson egy kicsi júliusra is, augusztusra is, tehát hogy úgy közben lehessenek a gyerekek otthon is, messzebb utazást, tehát kicsit próbáljuk úgy elosztani egy logikusabban a nyári szünetnek a tartalmát az ő számukra. Hány éves gyerekeknek szól ez a program? Most már vagyunk olyan helyzetben szerencsére, hogy a segítők révén, hogy kicsit tudunk így szelektálni életkor szempontjából is. Hát ugye az történt, hogy említettem, hogy most már hosszú időt a táboroztatunk, fölnőttek azok a gyerek, kicsikkel kezdtük. Kicsikkel kezdtük annak idején. Én emlékszem rá, amikor nekem az első Karitász táborom volt, akkor mindenki ilyen általános iskola alsó tagozatos korosztálya volt, és hát közben szép lassan felcsepeledtek, felnőttek, hát vannak, akik már kirepültek, önálló életet élnek, már van, ahol már két gyerek van, három, elköltöztek, de mindig vannak kicsik, közepes, nagyobbak, és így hát egy időben nem tudtuk őket nagyon, mert nem volt, aki segítsen, és ezért aztán ilyen nagyon vegyes életkorú táborok voltak, ami azért nem mindig jó. Most már meg tudjuk azt tenni, hogy tudunk életkorba különböző szakaszokba beosztani őket. Úgyhogy körülbelül most úgy néz ki a elmúlt évek és az idei nyarunk, hogy a nagy miskolc-lapolcai 8-napos táborunkba oda általános iskolás gyerekeket viszünk ilyen 4. osztálytól 6-ig körülbelül. Itt Szentendrén szoktunk szervezni napközit, az egy hetes szokott lenni. Oda lehet bármilyen életkorba jönni, mert a programokat úgy szervezik, hogy a kicsiket külön viszik a nagyobbakat. És most egy olyan 3 éve jutottunk hozzá, fönn a Pilisben, Pilis-Szentlélek kis településen felfedeztünk egy üres plébániát, ahol kiderült, hogy atya nem lakik a plébánián, hanem Esztergomból járnak oda misézni. Láttuk, hogy mennyire elanyagolt az épület, és akkor megkérdeztük ott a gondnokot, aki oda tartozott, hogy mit tud róla, és hát mondta, hogy itt már évek óta senki nem járt, és a házak nincs funkciója. És akkor felajánlottuk itt a szentendrei fiatalokkal a segítségünket, hogy kitakarítjuk, rendbe rakjuk, a Budapesti Karitász Központ segítségével bebútoroztuk, felszereltük a konyhát, és most egy olyan 20 főnek a táborosztatására kiválóan alkalmas. Oda nagyobbakat szoktuk, tehát oda szoktuk azokat a nagyobb gyerekeket vinni, akik már kinőtték a kisgyerekek táborát, vagy a miskolc-lapolcai tábort. Tehát körülbelül ez a kollekciónk, hogy Miskolc-Lapolca, Szentendre és Pilis-Szentlélek, illetve néhány egyedi program, de azok nem annyira. Így most akkor újra életköltözött abba a házba, vagy abba a plébániára, igen.
Igen, és nagyon szeretik. Na most már ugye ott is azért fölkapták, hogy most a más csoportok is, most már hallottam, hogy különböző felnőtt csoportok is járnak, de hát ez nem baj, mert gyönyörű helyen van. Az ember kinéz az ablakon, és látja a Pilisnek a hegyeit, ház mellett van a templom, egy hatalmas rét, ott vannak a Pálos kolostornak a romjai, pillanatok alatt elérhetők, és egy nagyon csendes kis falu, úgyhogy azt hiszem, hogy minden igényt kielégít, hát nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek, úgyhogy mi a Caritas közösségnek a tagjaival is évben kétszer vagy háromszor egy pár napot eltöltünk ott így a közösséggel is, és akkor tudunk egy kicsit kikapcsolódni, beszélgetni, tervezgetni, meg kiülünk a kertbe, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép, és közel van, hát autóval egy néhány perc alatt. De azért is nagyon fontos ezekről a táborokról beszélni, hiszen még előttünk állnak, önök előtt állnak ezek a táborok. Mikor lesznek majd? Hát most úgy terveztük, hogy a miskolc-szapolcai táborunk, ami a fő tábor, az augusztus 3-án kezdődik hétfőn, és az egy hetes, az hétfőig tart. A többit az pedig majd utána, tehát az augusztus második felébe szervezünk majd különböző más programokat még a gyerekeknek, illetve most júliusnak a legvégén majd. Úgyhogy most az idén így alakultak a időpontjaink. Mennyire teltek már be a férülék? Hát teljesen, tulajdonképpen igen, úgyhogy a Miskolc-Szapolcán oda mindig. Na, ennek a tábornak a legnehezebb pillanata is sem azok, hogy ott elfáradunk esetleg, mert ez jófajta fáradtság, hanem amikor valakinek azt kell mondani, hogy most az idén már nem tudnak jönni, mert sok a jelentkező. Ez jó dolog is, hogy sok jelentkező van, mert ez azt jelzi azért valahol, hogy tényleg nagyon szépen telik ott a 8 nap ebben a táborban. Másrészt hát azért nehéz is ugye azt mondani, hogy nincs hely. Úgyhogy úgy szoktuk csinálni, hogy mindig újonnan jelentkezőket veszük fel először, tehát aki még nem járt ott, vagy nem nagyon van neki tábor, az jön először, és akkor azzal föltöttünk annyi helyet, amennyi van. Általában otthon 32 fős. Tehát a tapolcai házunk az 32 gyerek és olyan 8, tehát olyan 40-42-en szoktunk lenni összesen kísérőkkel együtt, mert azért természetesen a 6 felnőtt kísérő is részt vesz ezekben a programokban. És akkor ha maradt hely, akkor veszük fel azt, aki egyszer volt, kétszer, vagy indokolt esetben esetleg olyan gyermeket is elviszünk, akik voltak már többször is esetleg, de valamiért nagyon fontos, mert van olyan gyerekünk is, például az idén, ahol teljesen megoldatlan a szülői vigyázás, mert egyik szülő már nincs, valami miatt a másik meg nagyon beteg például. Nagyszülők sincsenek, tehát egészen elképesztő helyzetek vannak, hogy gyerekek hogy töltik a nyarat és milyen körülmények között, úgyhogy ezért is próbálunk minél több lehetőséget teremteni, hogy legalább az ilyen gyerekek, mondjuk ebből nem sok van, de rájuk nagyon odafigyelünk, hogy mindenféleképpen amennyi időt tudunk, valahogyan nálunk töltsék ezt az időt. Már volt olyan nagyon kedves testvérünk, aki még a kis balatoni vikendházát is minden nyáron két hétre felajánlotta, hogyha tudunk családot, akkor ott nyugodtan eltölthetnek pár napot. A lehetőséget a Caritas megteremti, de hogyan segíthetnek a szentendreiek? Igen, ez is egy nagyon fontos kérdés valóban, mert azért egy ilyen, tehát 40 embernek egy 8 napos tábort anyagilag finanszírozni az nem egy kis dolog, tehát az azért ismerve az úti költségeket. Na most ez konkrétan úgy néz ki, csak hogy a háttért egy picit úgy megvilágítsam, hogy a Écsi Gábor atya, ő az országos Caritas igazgató, és ezt a Miskolc-Szapolcai házat, ami egyébként egy gyönyörű szép ház, ez valamikor egy Szent József háznak hívják, Szent József otthonnak, valamikor Apáca kolostor volt, aztán a rendszerváltás előtti időkben tönkrement, és akkor a rendszerváltás után Gábor atya külföldi segítséggel, meg a saját kollégáinak a segítséggel gyönyörű szépen felújított egy háromszintes, fantasztikus, szép ilyen kastélyszerű épület, az is ott a tapolcai hegyek között van, közel a fürdő. És Gábor atya minden évben lehetővé teszi nekünk, hogy egy hetet ott eltöltessünk, úgyhogy nem fizetünk úti költséget sem, meg szállásdíjat sem, tehát azt a Caritas fizeti. Nekünk, ami feladatunk van, az étkeztetés, meg a helyi belépőknek a megteremtése, de ez se kevés, tehát ez is több százezer forint 8 napra ennyi embernek. Úgyhogy ehhez a táborhoz több helyről próbálunk anyagi segítséget,
Nagyon remélem, hogy mindegyiket sikerül elmondanom. Hát elsősorban a Péter Pál Alapítvány, ami az egyházközségnek, a katolikus egyházközségnek, amelyiknek a keretein belül működik a Szent Erzsébet Karitás csoport. Ennek a Péter Pál Alapítványnak a segítségével onnan kapunk egy összeget minden évben, amit erre a célra fordítunk. Nagyon sok kedves testvér van az egyházközségben, és hát a városban másutt is, akik anyagi segítséget ajánlanak föl. Minden évben kapunk valamilyen segítséget a polgármesteri hivataltól is, és különböző egyéb pici, de ezek se elhanyagolható segítséget. Most ezekből így körülbelül úgy összeáll a tábornak a napjaihoz szükséges bármi, amire szükségünk van. Ugye nyilván a belépő, hogy le tudjunk menni a barlangfürdőbe, vagy el tudjunk menni az állatkertbe, vagy valamilyen olyan belépős helyre, ahhoz pénz kell, de nagyon örülünk például akkor, amikor minden évben kapunk családoktól például lekvárokat. Hát az is egy olyan valamit a gyerekek nagyon szeretnek, úgyhogy bármennyi lekvár ott elfogy, aztán szoktunk kapni különböző savanyúságukat, édességeket. Tehát majdnem minden szinte, ami így sok olyan családon, hogy gyerekek vannak, pontosan tudják, hogy mire van szükség egy gyerektáborba, és azokból szoktunk mindig kapni adományokat. Már ebből meg igen, is van, igen, és ez igen, nagyon fontos. Igen, így van, mert akkor, ha úgy adódik, akkor ezekből az adományokból, hogy azt azért nem kell pénzt fizetnünk, akkor abból el tudjuk a gyerekeket vinni még egyszer a héten a Tapolcai Barlangfürdőbe például, vagy ott is van nagyon sok minden, boppája van, kalandpark van, ott van Miskolcon az állatkert például, sőt volt már úgy is, hogy el tudtuk őket vinni Nyíregyházára, abba a nagyon szép nyíregyházi állatkertbe. Tavaly az Aktaleki Csepkő Barlangban voltunk. Nagyon fontosnak tartjuk ezeket, hogy ilyen tapasztalatokat, ilyen élményeket átéljenek ezek a gyerekek, mert az ő életüknek a legnagyobb baja az, hogy picit ingerszegény. Tehát nem kapnak olyan impulzusokat, olyan élményeket, olyan értékeket, amikből aztán ők majd később tovább fejlődhetnek, táplálkozhatnak, és gazdagítható így a belső világuk. Ezért próbálunk megteremteni mindent, hogy abban 8 napban, mind testileg, mind lelkileg, tehát sokat sportolnak a gyerekek. Az egyházközségből mindig jönnek gimnazista vagy egyetemista fiúk, 4-6-an, akik megszervezik a sportnapot, minden ilyen hetes tábornak van egy sportnapja, akkor a gyerekek minden fizikai képességeiket megmutathatják. Vannak kézműves napok, jönnek olyan hölgyek, akik nagyon értenek a művészethez, és akkor ők a gyerekeknek a szép érzékét fejlesztik. Aztán úgyhogy mindig úgy próbáljuk a felnőtt kísérőket is meghívni ebbe a táborba, hogy lehetőleg minél gazdagabb és szélesebb legyen a gyerekeknek így a program lehetőségük. De még egy nagyon fontos dolog, akinek lehetősége van és szeretne segíteni, mi módon teheti ezt meg? Elég egyszerű, mert talán a legpraktikusabb az, hogy a Péter Pál templomban, ahol minden nap van szentmise reggel is, meg este is, reggel 8:30, este pedig 6:30, akkor oda nyugodtan, bátran be lehet menni a sekrestyébe és jelezni azt, hogy táborügyben, illetve hát vasárnapi napokon 9 órakor, 11:30-kor és szintén este 6:30-kor vannak szentmisét, nyugodtan oda be lehet menni, és akkor ott jelezni esetleg, hogyha valaki táborügyben segíteni szeretne bármilyen formában, akkor azt nagyon-nagyon nagy örömmel elfogadjuk, de természetesen a plébánián is lehet minket keresni, a Karitas közösséget táborügyben. És akkor most térjünk vissza magára a helyszínre. Hazafelé milyen élmény beszámolók születnek a gyerekektől? Hát a legjobb az, meg a legnehezebb is, amikor mindig mondják a gyerekek, hogy hát azért jól lenne még egy hetet maradni, vagy visszajönni, tehát nehéz szívvel indulunk el. Volt egy kislány, emlékszem rá tavaly, az nagyon megmaradt bennem, és akkor fogalmaztam meg, hogy ezeknek a táboroknak mi a legnagyobb értéke. Aki nagyon nehezen indult el, nem is akart eljönni először, sírva beszaladt az anyukája hátom, hogy ő nem megy sehova, ne vigyék, ő itthon akar maradni. Aztán egy kicsit beszélgettünk ott vele, hogy mi lesz ott abban a táborban, majd lesznek barátnői,
meg lesznek jó programok, meg buli lesz. Na, nehezen rászánta magát, és emlékszem, hogy hétfőn indultunk, és hétfőn még egy szót nem lehetett a kislányból kihúzni. Bekuporodott a sarokba, és kész, ez volt az. És figyeltük, hogy gyerekekkel beszélgettünk, akik egy szobába aludtak vele, hogy figyeljék, segítsék őt, beszélgessenek vele, játszanak vele együtt, és ez a kislány olyan szépen föloldódott. Hát kiderült, hogy tele volt mindenféle félelemmel, amit otthonról hozott, ezért nem mert megnyílni, nem mert beszélgetni, semmit nem akart közölni, és a hétvégében oda jutottunk, hogy eljött velünk bobozni, eljött a hétvégi buliba, részt vett minden olyan programban, még a kalandparkba is végig mert menni azokon a drótköteleken, ott a fák koronája között, amire nem is mertünk gondolni, hogy erre képes lesz. És ez egy nagyon-nagyon szép példája volt annak, hogy és nem csak annak az egy gyereknek, hanem egy ilyen szobában 6-8-an alszanak gyerekek, az, hogy kialakul egy pici közösség ott közöttük, megtanulják egymást segíteni, odafigyelni egymásra. Tehát igazából itt mindenki nagyon sokat gazdagodik, még mi felnőttek is. Nagyon jól lehet látni ezt a fejlődést, ami végig mennek ez alatt az idő alatt. Hát igen, és ez egészen odáig elvezet, hogy 11 néhány évvel ezelőtt szintén volt egy kislányunk hasonló történettel, és találkoztam el nemrégen a héven, és kiderült, hogy ifjúságvédelmi munkába jelentkezett, tehát elvégzett egy olyan képzést, ahol pontosan ezzel fog foglalkozni, és amikor kérdeztük, hogy jutott erre a gondolat, akkor erre hivatkozott, hogy annak idején ő emlékezett rá, hogy mikor elvittük a Caritas táborba, akkor az neki milyen értékes, jó, szép hét volt, és hogy ő így döntött, hogy szeretné ezt tovább folytatni. Igen. Úgyhogy hazafelé a buszon mindenki elmondja ezeket. Van még egy nagyon érdekes kérdésünk, ami így fölmerült, az, hogy tulajdonképpen többen megkérdezték, hogy mi marad meg ebből a elkövetkező évekre. Hát ez az egyik, amit meséltem, hogy akár még egy hivatás is született belőle. De a másik pedig az, hogy egy életre szólnak ezek a tapasztalatok, amiket ott szereznek bármilyen téren. Akár egy látott film alapján, akár egy kirándulás alapján. És éppen azt beszélgettük így, mert amikor hazajövünk a táborba, akkor mindig a táborvezetőkkel összeülünk. Mi is egy picit értékeljük magunkat is, meg elgondoljuk, hogy jövőre mit kellene másképp csinálni. És éppen erről szoktunk beszélgetni, hogy nem is sejtjük sokszor, hogy egy gyerek számára egy egészen pici apró mozzanat lehet az a meghatározó élmény, nem mindig a nagy dolgokban van a jövő, hanem sokszor egy picik, egy pár mondatban, egy tekintetben, egy apró élményben, és ezek mind nagyon-nagyon fontosak. Törekszünk mindig arra, hogy szép helyekre vigyük ezeket a gyerekeket. Lássanak szépet, mert az ő életükben azért van nagyon sok olyasmi, ami nem feltétlenül szép, és erre meg szüksége van az embernek. Én nagyon bízom benne, hogy idén is jól alakul, majd jó utat és sok élményt kívánok, és utána pedig egy élménybeszámolót itt a nézőknek is. Nagyon szépen köszönjük, és előre is köszönjük a segítséget, amit kapunk, és hát ezt azzal tudjuk esetleg meghálálni, vagy cserébe, hogy majd éppen most fogjuk majd bemutatni, majd megkeressük a formáját valahogyan, hogy megtekinthető legyen a tavalyi, meg majd ez egy táborunkról készült film is bárki számára. És ugye lesz még majd a napközi jellegű tábor is? Igen, azt még annak a pontos időpontját azt nem tudjuk, de az augusztus hónapban tervezünk, és azt itt Szentendrén, de ott is körülbelül hasonló, csak ott annyi a különbség, hogy a gyerekek reggel jönnek, és délután mennek haza, tehát azok ilyen de otthon alszanak, ennek ez a lényege. Az meg azoknak a gyerekeknek jó, ahol esetleg a szülők még nem mernék elengedni ennyire nagy távolságra, és hét éjszakára gyerekeket, mert még nincsen tapasztalatuk, viszont ugyanúgy a programokban részt vehetnek, és este otthon alszanak. Ugyanúgy élménygazdag. Persze, mert őket meg bevisszük Budapestre, és például kaptunk tűzoltóságra meghívást, úgyhogy egészen biztos, hogy az egy nagy élmény lesz, mert a gyerekeknek egy ilyen igazi tűzoltóautót látni közelről, tehát itt és a környékben is ez a számtalan nagyon jó program. Pilisztán tényleg pedig hát ez meg a nagy kirándulásoknak a helyszíne, ott pedig hát az erdő az, ami ott is a ház, ahol vagyunk, ott nincs térerő. Nem lehet mobiltelefonozni, és nagyon minimális
annak a, azoknak a eszköztár, amit ilyen modern dolgoknak használunk. De azért hamar megtanulják a gyerekek, hogy milyen jó az, hogy nyugalom van, meg csönd van az erdőbe. Oda tudnak figyelni olyan hangokra, amiket azért így a városi életben már nem is nagyon lehet meghallani. Meg egymásra. Igen, hát ez a legfontosabb, igen. Még egyszer köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk a stúdióból. Kivés Zoltánt, a Szentendrei Szent Erzsébet Kerítés vezetőjét lehettek, hallották. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük a meghívást még egyszer. Nézőinknek köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra.